Vegyvédelmi ruhában takarítanak a katonák, a Honvédség 59 iskolában vesz részt a fertőtlenítésben az őszi szünetben, ott, ahol a fertőzés a rendkívüli szünet és a digitális munkarend ellenére sem tűnt el. A többi oktatási intézményben is fertőtlenítenek a 10 napos szünetben. A pedagógusok szakszervezete szerint azt azonban nem tudni, hogy hányan kapták el a fertőzést az iskolákban. A kormánynak végre nyilatkoznia kellene arról, hogy mennyi az az esetszám, akár a betegek, akár a karanténban levők, vagy akár az elhalálozottak vonatkozásában, az oktatásra nézve, amikor komolyabb intézkedéseket kell, hogy hozzanak. A fenntartónak nincs összesítése arról, hány pedagógus kapta el a vírust az iskolákban. Ez derült ki a Klebelsberg Központ Magyar Nemzetnek adott válaszából. Az operatív törzs szerint nem is a Klebelsberg Központ feladata az adatgyűjtés, mert ezek érzékeny adatoknak minősülnek. Ez nem jelenti azt, hogy egy-egy intézményben, egy-egy iskolában ne tudná az igazgató, aki jellemzően a munkáltatói jogkört is gyakorolja, hogy hány pedagógus érintett. A szakszervezet szerint az is probléma, hogyha megjelenik a vírus egy-egy intézményben, az eljárás nem egységes, ez pedig zűrzavart okozhat. Szabó Zsuzsa azt mondja, egyre több kétségbeesett levelet kapnak emiatt a kollégáktól, akik félnek, hogy ők maguk is megfertőződnek. Van olyan kollega, aki tanít egy olyan osztályban, ahol bizonyítottan van COVID-fertőzött gyerek, és neki aznap végig tanítja az összes 6-7-8 óráját, úgyhogy találkozott, érintkezett ilyen gyerekkel, és a kontaktkutatás szempontjából őt nem tekintik kiemeltnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a tankerületi központoknak, mint fenntartóknak pontos adataik vannak arról, hogy hány pedagógus fertőződött meg. Azt is írták, a járványügyi kivizsgálást a területileg illetékes járványügyi hatóság végzi el, és állapítja meg, hogy kit kell tesztelni és kit kell karanténba küldeni.